Üdvözöllek! Az új év felé közeledvén gyakran szokás mindenféle fogadalmakat tenni, viszont a fogadalmak sorában igen ritka az, amikor valaki a számítógépekkel, számítástechnikával kapcsolatos fogadalmakat tesz, pedig azért elég sok esetben nem ártana néhány fogadalmat tenni. Van itt ez a weboldal, amit igazából véletlenül találtam, de meglehetősen aktuális problémákat feszeget, amolyan újévi megfontolandó fogadalmak formájában. Mindjárt itt van a tizedik, ami azt mondja, hogy el fogok olvasni minden egyes üzenetablakot, amelyet látok, mielőtt még ugye rá kattintanék. Hát igen, ez egy valóban nem egy hátrányos dolog. Nagyon sokan tényleg el sem olvassák, amit kiír nekik a számítógép, hanem csak reflexből valamire rányomnak, mert az ott egy gomb. És azért ez elég gyakran problémát is okozhat. Aztán a következő, gyakran el fogom menteni a fájlokat. Milyen fájlokról van itt szó? Hát nyilván lehet akár egy egyszerű Office, Excel, Word vagy hasonló program, bár ugye ezek, amint itt írja is, rendelkeznek automatikus mentés funkcióval, bár azért ez egy viszonylag kockázatos dolog, előfordulhat, hogy esetleg nem működik, vagy ritkábban ment, mint ahogy kellene, tehát mondjuk 5 percenként ment, és 5 perc alatt azért elég sok minden munka keletkezhet. Aztán ugye a másik, amikor nincs automatikus mentés, és elveszik akár egy napos vagy több órás munkánk, hát ez nem valami kellemes. Ugye mindenféleképpen minimum az automatikus mentés funkció célszerű használni minden programban, de a legjobb az, hogy gyakran mi magunk kézzel mentünk, rátapadunk a Ctrl-S billentyű kombinációra. Ugye a legtöbb programban, illetve hát igazából nem is találkoztam olyan programmal, ahol nem ez lenne a mentésre való billentyű kombináció. Ha csak valaki át nem állítja, persze. Aztán a nyolcadik, ami hát szinte kórosan elterjedt probléma, az az, hogy az emberek nagyon nagy része nem igazán készít biztonsági másolatokat a fontos adataikról. Nyilván mindenkinek más adat fontos, aki dolgozik, annak a munkája, akinek meg mondjuk családi fényképei, videói vannak a számítógépen, annak meg nyilván azok a videók, fényképek a fontos adat. Sajnos a legtöbben erről nem igazán készítenek biztonsági másolatot, vakon megbíznak a számítógépben, aztán egyszer csak azt veszik észre, hogy igencsak lelassul a számítógép, vagy éppen be sem tölt, vagy egyéb problémákat tapasztalnak, ami ugye arra utalhat, elég sok esetben, hogy a Winchester az elhalálozott a számítógépben. Ilyenkor jó esetben még a fontos adat az valamilyen módon kinyerhető, vagy nem. Ha nem, akkor nem nagyon marad más választás, mint vele nyugodni abba, hogy ezek az adatok elvesztek. Ez munka esetében különösen kínos lehet, főleg, hogyha mondjuk egy határidős munka és több hetes munkáról van szó, vagy akár több hónapos. Bár úgy gondolom, hogy aki ilyen szinten használja a számítógépet, azért már megtanulta, hogy a biztonsági mentés, másolat, az nagyon fontos. De az átlag felhasználók nagy része nem készít biztonsági másolatokat, ami azért elég kockázatos dolog tud lenni. Illetve ugye itt nyilván a vírusok is közbeszólhatnak, vagy éppen egyéb probléma, ami miatt a számítógép tönkre megy, és rajta az összes adat eltűnik. Úgyhogy mindenféleképpen szükséges a biztonsági másolatok készítése, hogy ez mire történhet, tehát történhet pendrive-ra, az már ugye elég olcsó, ugye, külső merevlemezre, vagy akár DVD-re, vagy éppen CD-re. Valószínűleg a legegyszerűbb módja az, hogyha egy pendrive-ra, vagy egy külső merevlemezre kimásoljuk a fontos adatokat. Ügyelve arra, hogy azért azok viszonylag távol legyenek a számítógéptől, hiszen hát most drasztikus eset, hogyha mondjuk rátesszük a számítógépre a pendrive-ot, hogy a külső merevlemezet és véletlenül kigyullad, akkor ugye elég kellemetlen, de hát az elég drasztikus eset. Viszonylag ritka, hogy kigyullad egy számítógép, de semmi nem kizárt. Tehát igazából a biztonsági mentések készítése az alap dolog. Úgy gondolom azért a nagy többségnek vannak fontos adatai a számítógépén. Hetedik, az arról szól, hogy megfogadom azt, hogy mielőtt kérdezek, a kérdésemet azt jól körbe fogom írni. Ez is elég gyakran látható, hogy valaki úgy tesz fel egy kérdést, vagy egy problémát, hogy annyit ír, hogy valami nem működik neki. Hát ugye az nem igazán túlságosan elégséges probléma körbeírás, abból még nem nagyon szűrhető le semmi, azok számára, akik segíteni tudnának, vagy szeretnének. Tehát ilyenkor mindig körbe kell írni, hogy miről lenne szó, milyen problémáról mit tapasztalunk, milyen számítógépen, milyen programokat használunk, milyen részegységek vannak az adott számítógépben, merevlemez, processzor, videókártya. Nyilván mindig azt, amivel véletlenül probléma van. Ha nem tudod, hogy mivel van gond, akkor a legegyszerűbb, hogyha mindent körbeírsz, és akkor úgy már azért valamilyen módon el lehet indulni.
Aztán a hatodik, megfogadom, hogy mielőtt képeket küldök ilyen közösségi oldalakra, mint a Facebook, Twitter vagy egyebek, kétszer is átgondolom. Ez megint olyan dolog, hogy sokan ész nélkül, hát igazából szebben nem tudom kifejezni, csak így, ész nélkül küldik be a különféle képeket saját magukról vagy akárkiről a közösségi oldalakra. Át sem gondolva, hogy ezt a fél világ adott esetben megnézheti, illetve hát ugye nyilván az ember, amíg fiatalabb, addig esetlegesen meggondolatlanabb dolgokra is képes, amiről aztán fénykép is készül. De aztán később ugye azért ez egy kicsit kínos lehet, akár egy esetleges munkakeresésnél, hiszen ki tudja, hogy az adott munkáltató, leendő munkáltató, és ez igazából divat is manapság, körülnéznek a Facebookon és egyéb közösségi oldalakon mindenféle információ után kutatva a munkakereső egyénről. Aztán az ötödik, mindig frissítem az operációs rendszeremet, illetve a szoftvereket. Igen, ez is egy célszerű dolog, számos kellemetlen problémától, vírusoktól kezdve egyéb dolgoktól megkíméleti az ember magát akkor, vagy legalábbis az esélyét ennek csökkentheti, hogyha mindig frissíti a szoftvereket, operációs rendszert, ugye ez gyakran a Windows, de szoftverek alatt érthetjük a Flash-t, vagy éppen a Java-t, ezek amik úgy tipikusan problémát okozhatnak, de hát vannak még egyebek. Célszerű, amit lehet frissíteni szoftvert, igazából ez a lényege. Aztán az ötödik, nem telepítek mindent, vagy aztán utána csodálkozzak, hogy miért lassul le a számítógépem. Ez egy gyakori probléma, főleg a kevésbé tapasztalt felhasználók körében, hogy hát ezt sem tudom szemben kifejezni, hogy ész nélkül telepítenek mindent, ami az útjukba kerül, függetlenül attól, hogy szükségük van-e rá vagy sem. Valamilyen szinten érthető persze, hogy valaki kivar próbálni egy programot, csak azért nem árt átgondolni, hogy azok milyen változtatásokat okozhatnak, mondjuk a regisztrációs adatbázisban, vagy a merevlemezen, vagy töltődnek be automatikusan az indulásnál, növelve a Windows betöltési idejét, aztán lassítva a számítógép működését, háttérben folyamatosan erőforrásokat, processzort, memóriát használnak, aztán végül már olyan lassú lesz a számítógép, hogy csak egy újratelepítés menti meg. Aztán a harmadik, ami szintén még mindig problémát okoz, hogy nem hiszek el mindent, ami az e-mailekben érkeznek. Hát ugye tipikus mindenféle marhaság, ami érkezik e-mailen, hogy például megnyertél lottón több százmillió forintot, vagy euró szokott lenni főleg, aztán, hogy add meg a különféle adataidat ahhoz, hogy ezt megkaphasd, vagy a másik, ami jellemző szokott lenni, hogy valamelyik bank nevében kapsz egy e-mailt, és akkor hogy ott kattints egy linkre, aztán add meg a jelszavad. Amint persze a bank sose küldene ilyen e-mailt, hogy add meg a jelszavad, ahogy kapcsolatba szeretnének lépni, akkor nem e-mailben fogják megtenni, legalábbis nem az ilyen fontos dolgok kérdésében. És igazából rengeteg ilyen e-mail érkezik, hogy adománygyűjtés vagy hasonló, tehát rengeteg féle van. Célszerű többször is átgondolni, mielőtt ilyenre válaszolunk, vagy továbbítjuk valakinek. Ez is tipikus dolog szokott lenni, hogy valaki ilyenkor aztán elküldi az összes létező ismerősének. Aztán a második, hogy megértem a biztonsági kérdések kockázatát. Biztos láttál már olyat, hogy amikor elfelejtesz egy jelszót valamilyen weboldalon például, akkor ott korábban meg lehetett adni egy ilyen kérdést, ami segíthet az elfelejtett jelszavad kitalálásában. Viszont ezeknél sem célszerű olyan kérdést vagy emlékeztetőt megadni, amiről aztán mások számára is kitalálható az adott jelszó. Ugye azért ez eléggé nagy biztonsági problémát jelentene. Erre figyelni kell, és akkor végül a legutolsó az, hogy ki fogok próbálni egyéb böngészőket is. Böngészőből ugye nem csak az Internet Explorer van, ami általában szokott lenni a Windows-os számítógépeken, hanem van még jó néhány. Hát például, most visszajövök így, például van ilyen, hogy firefox.hu. Ez most éppen átirány, de nem baj, és akkor itt van, hogy Firefox, non-profit böngésző, egy kattintás után akkor itt eljuthatsz a Firefox letöltéséhez. Ez látható, hogy milyen böngésző, elég hasonló elven működik, mint az Internet Explorer, ami egyébként itt megtalálható nekem, vagy éppen a Chrome böngésző, most csak itt simán rákeresek, és akkor megtalálható könnyedén, amint betölt az oldal. Itt van Chrome böngésző, vagy éppen van ilyen egy Opera, ezeket ki lehet próbálni. Hát most jó, nyilván nem ez a legfontosabb itt a 10 fogadalom közül, hanem az előzőek, de ezt is éppen meg lehet fogadni annak, aki még nem próbált ki egyéb böngészőket. Tehát azért ugye böngészőt elég gyakran használ az ember manapság az internetezéshez. Nem baj, hogyha tudod, hogy van egyéb böngésző, lehet, hogy éppen az jobban is tetszik, mint az Internet Explorer, vagy éppen
az, amit eddig használtál. És hát igazából ennyi. Én úgy gondolom, hogy azért itt a fogadalmak között vannak eléggé hasznosak, amiket tényleg célszerű megfogadni azok számára, akik esetleg nem így csinálták, és igazából a tapasztalatom az, hogy az átlag felhasználók azért ezek közül a, hát mondjuk, hogy egy hibák közül elég sokat el szoktak követni. Ezért ez nem baj, hogyha valaki megfogadja, hogy akár, hogyha van olyan ismerősöd, aki ezeket el szokta követni, vagy úgy gondolod, hogy kevésbé járat az informatikában, akkor akár ezt a videót meg is nézetheted vele. Illetve még annyi, hogy a videó tanfolyamon azért ehhez kapcsolódóan elég sok videó felelhető itt például a biztonsági másolatok készítéséhez, vagy a programok frissítéséhez kapcsolódóan is vannak, vagy itt az, hogy hogyan telepítsük a programokat, hogy ne lassuljon le a számítógépünk, ilyen videó is van, ezeket is meg lehet nézni. Hasonlóan hasznosak tudnak lenni. Ha most megtalálom, például itt van rendszerprogramok, itt szintén vannak okos dolgok, programok új verziónak egyszerű figyelése, frissítése, mi van a számítógépedben, hogyha kérdezel valahol, akkor ezt célszerű közölni, hogy mi van a számítógépedben. Hogyha olyan jellegű a kérdésed, toolbarok, eszköztárak, ez is egy gyakori probléma, biztonsági másolatok, és hát vannak itt még törölt elveszett fájlok, visszaállítás egyszerűen. Hát igen, ez tényleg egyszerűen működik, csak hogyha teljesen nekem ugye Winchester-re merevlemez, akkor ugye ez már nem igazán járható út, ugye a szoftveres úton való visszaállítás. És hát vannak itt még egyebek, ezeket is meg lehet nézni, eléggé hasznosak. És hát akkor gyakorlatilag ennyi lenne ez a videó.